Wow, ez csodálatos volt. Wow, that was amazing. A pestiek is nagyon jók, de ez a paksi fickó. Well, those guys from Pest, they're good, but that guy from Paks is quite something. Annyira jó. It is so good. Annyira jó, nem? It is so good, isn't it? Hogy minden problémánk megoldódott ebben az országban. That all our problems have been solved in this country. Didn't you know that? Gazdaságilag rendbe jöttünk. Every problem we are doing fine. Virágzik az ország. The country is booming. És most már semmi más dolgunk nincs. And we have nothing else to do. Csak a szemben álló autókra kell tennünk egy bilincset, és minden rendben van. The only problem we have to deal with is the cars that don't park in the right direction. Ez csak kikívánkozott belőlem. Sorry about that. Kérlek egy rövid bevezető erejéig. A short introduction. A lapoz Ézsaiás 55-höz. És a 8. vers azt mondja. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Drága mennyei atyánk, dear Heavenly Father, csak köszönjük neked. Thank you. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk. Thank you, Lord, that we can be here. Hogy elhoztál minket, Uram. That you've brought us here, Lord. És köszönjük, Urunk, hogy thank you. Van egy üzeneted a számunkra. Thank you, Lord, that you have a message for us. És csak kérünk, Urunk, hogy kent fel ezeket a gondolatokat. We ask you, please anoint these thoughts. Te szólj, Uram, hozzánk. You speak to us, Lord. Köszönjük neked. Thank you. Drága nevedben, in your Jézus. Precious name, Jesus. Amen. Amen. Azt mondja, hogy bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways. Hogy Isten God, nagyon sokszor very often, nem jó. Okay. Kezdjük előre. I'm sorry, let's start over. Isten mindig God always sokkal magasabb módon gondolkodik, mint mi. He always thinks egészen in a much higher level szempontok alapján gondolkodik, mint mi. His point of view is totally different, and olyan dolgokat tesz, often he does things, ami nekünk így álmunkba se jutna eszünkbe. That we would never even dream of. Hogy olyan megoldásai vannak, he has solutions, ami teljesen elképzelhetetlen a számunkra. Are completely unimaginable for us. Csak gondoljunk 4 Mózes 21-ben. Just think about in Numbers 21. Ott van a részkígyó története a 6. verstől. Story of the brazen serpent from verse 6. How many of you know the story? Nem úsztam meg, akkor el kell mondani. Okay, I have to tell you, because 80% of the people did not raise their hands. Lehet, hogy te is ismered, csak lusta volt. Maybe you know the story, you were just lazy to raise your hands. Ugye, itt a történet az, the story is the following. Hogy a zsidók berzenkedtek, the Jews were murmuring, méltatlankodtak, zúgolódtak, they were complaining, és aztán Isten whining, mérges kígyókat bocsájtott rájuk. Sent fiery serpents, és a mérges kígyók mardosták az embereket. And then these fiery venomous serpents were biting people, és az emberek meghaltak. And people died. És aztán kétségbe esve rohantak Mózeshez. In despair, they were running to Moses. Mózes, csinálj valamit. Moses, do something. Nem annyira jó ez az állapot. Well, this situation is not so good. People are perishing. People are dying because these serpents are killing them. És akkor Mózes imádkozott. And then Moses prayed. És az Úr azt mondta. And the Lord said, készíts egy érckígyót. Make a brazen serpent. Szegezd egy póznára. Put it up on a pole. És emelt fel, and lift it up. És aki ránéz a kígyóra, serpent, az megmenekül. Those will be saved. Ha megmarta a kígyó, if they had been bitten és ránéz by a részkígyóra, and they megmenekül. To the brazen serpent, gondolj ebbe bele! Just think about it. Mi
Milyen megoldás what ez? Kind of a solution milyen is megoldás this? Ez? What kind of a solution is this? Tudod, a mi emberi megoldásunkban in our human solution, mi körülbelül olyan dolgokat tettünk volna, we would have done things, something along those hogy először lines, is like, megkerestük volna a felelősöket. First of all, we would have looked for the people who were responsible for all this. Miért vannak itt a mérges kígyók? Why are the fiery serpents here? Aztán tábori kórházakat állítottunk then, volna fel, és elkezdtük volna gyógyítani azokat, akiket megmart a kígyó. We would have set up hospitals around the camp, and we would have started healing, curing those who were bitten. Aztán különböző csapatokat szerveztünk and then volna. We would have organized certain teams, lapátokkal, villákkal és minden egyéb szerszámmal, és ütöttük volna agyon a mérges kígyókat. And everything, and we would have been hitting the snakes. Ez a mi megoldás. That is our solution. De mit but olvastunk itt? What did Ézsaiás we read here 55-ben? In Isaiah 55? Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim. For your thoughts és are not my thoughts. És a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Are not my ways, mert says amennyivel the Lord, magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Mennyivel magasabban gondolkodik Isten? How much higher God thinks. Azt mondja, he says, van egy olyan megoldásom, there is, I have a solution, amire te álmodban nem gondolnál. That you would never even think of, te that not even in your dreams. Hogy eltüntesd a kígyókat, you would be working on és megszüntesd a problémát, rid of the serpents and you would want to stop the problem or put an end to the problem, but let me give you a better solution. Megmarad a probléma. The problem remains, és mégis meg tudsz menekülni. Yet you can be saved. És nyilvánvalóan a részkígyó the brazen serpent az Krisztus előképe is a type of Christ. És ahogy János 3:14-ben olvashatjuk, as we can read in John 3, verse 14, hogy ahogy Mózes felemelte a részkígyót, ugyanúgy Krisztust, Jézust is felemeltették és fára szegezték. That just like the brazen serpent was lifted up by Moses in the wilderness, the same way Jesus was nailed to the cross and lifted up. És ez is milyen megoldás? What kind of a solution is that? Mi nem azt tettük volna, hogy wouldn't we have done hát something else? Like, well, the sinners should bűnös, akkor bűnhődjék. Should receive punishment. De Isten a sinner mondja, should be punished, but God én says, gondolataim nem no, a ti gondolataitok. My thoughts are not your thoughts. Én sokkal magasabban gondolkodom. I én think sokkal much higher. Másabb szempontok alapján gondolkodom. My points of consideration are úgy, much hogy az higher. Én megoldásom az, so my solution is, hogy a bűnös, that the sinner, ha elfogadja az én if megoldásomat, this, that sinner receives my solution, megmenekülhet, he can be saved, és az én fiam fog szenvedni, and my son will és suffer, az én fiam fogja elhordozni a világ bűneit. My son will bear the sins of the world. 1 János 2:2 szerint. According to 1 John 2, verse 2. Amíg mi a kárhoztatás rendszerében gondolkodunk, think in the economy, in the system of condemnation, addig Isten a kegyelem rendszerében gondolkodik. God thinks in the economy of grace. Amíg mi while a problémák keresésének a rendszerében dolgozunk, while, ez a gondolkodás. While we think in the system of finding the problem, addig Isten a problémák megoldásának rendszerében gondolkodik. God thinks in the system of solving annyival magasabban the problem, gondolkodik. He thinks so much mint higher mi than us. De but van egy ígérete. But he has a promise. Azt mondja, he says, hogy ő meg fog tanítani minket erre. He's going to teach megtanít us az ő útaira. He's going to teach és ez annyira csodálatos itt 32. Zsoltárban. This is really wonderful in Psalm 8. vers. 32. Azt mondja, bölcsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. In Psalm 32 and verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Hogy sokszor nem értjük, ahogy Isten gondolkodik. Often we don't understand sokszor nem értjük Istennek how God a thinks.
megoldásait. Often we don't understand the solutions of God, but it says, rajtad lesz a szemem. He says, my eye will guide you, I will teach you. Csak gyere, legyél velem közösségben. Just come and be in fellowship with me. És én megtanítalak. És megtanítalak azon a módon gondolkodni, ahogy én gondolkodom. Megtanítalak a szeretet rendszerére, hogy a szeretet rendszerében tud gondolkodni. Megtanítalak a kegyelem rendszerére, hogy a kegyelem rendszerében tud gondolkodni. Tanácsolok, elmondom neked. Csak gyere hozzám, gyere hozzám, legyél velem közösségben. És aztán az én utaim, a te utaid is lesznek. Amen. Amen. Urunk, köszönjük neked. Thank you, Lord. És csak kérünk téged, Urunk, hogy kent fel az Isten tisztelet hátra lévő részét. Please anoint the remaining part of the service. Drága nevedben. In your precious name. Amen. Amen. We'll take the offering in just a moment. Egy pillanat múlva vesszük a felajánlást. And I want you to consider a thought as we do. És szeretném, hogyha velem gondolkodnátok egy kicsit. Very early in the Bible, someone asked a question that, if you will, we would ask whenever we take an offering. Very early in the Bible, someone asked a question that we always ask when we take an offering. Nagyon korán a Bibliában valaki feltette azt a kérdést, amit mi is mindig felteszünk, amikor felajánlást veszünk. Am I really my brother's keeper? Hogy őrizője vagyok-e én tényleg az én testvéremnek? There'll be a door offering tonight for missionaries. Ma este lesz az ajtónál is felajánlás a misszionáriusainknak. And we cheer when we send them off and pray for them. És örülünk, amikor kiküldjük őket és imádkozunk értük. But will it remember them with our offerings when there's a door offering? De emlékezünk rájuk a felajánlásunkkal, amikor van ilyen alkalom. And we love the preaching that comes from this church and this pulpit. És nagyon. What? Will we support it with our finances? Tehát a kérdés az, hogy támogatjuk-e őket anyagilag. I know that what we give comes back to us. Tudom, hogy amit adunk, az visszatér hozzánk. But there's no promise whether it'll come back in 5 seconds or 5 years. De arra nincsen ígéret, hogy 5 másodperc múlva vagy 5 év múlva tér vissza. And that means when we give, we really do give by faith. És ez azt jelenti, hogy amikor adunk, akkor valóban hitben adunk. Knowing the faithfulness of God, but not knowing exactly when we're going to experience it. Ismerjük, tudjuk, hogy Isten hűséges, de azt nem tudjuk, hogy pontosan mikor fogjuk ezt megtapasztalni. As you're able and as the Holy Spirit leads you tonight. És ahogy a képességed engedi, és ahogy a Szent Szellem vezet téged ma este. Be your brother's keeper and support this ministry. Légy a testvéred őrizője és támogasd a szolgálatot. Let's pray. Imádkozzunk. Father, that you would just bless as we give. Arra kérünk, hogy áldj meg bennünket, ahogy adakozunk. That you would lead and guide as we give. És vezess bennünket az adakozásban. Now, would you remind us about those door offerings? They really go to people who are serving you and preaching the gospel. Emlékeztess bennünket arra, hogy az ajtónál a felajánlás tényleg azok számára megy, akik az evangéliumot prédikálják. And give us your peace and joy in giving. És add nekünk az adakozásban az örömödet és a békességedet. Knowing that our labors are never in vain in the Lord. Tudva azt, hogy az Úrban a mi munkálkodásunk soha nem hiába való. In Jesus' name we pray. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Бог сказал, будет свет. И свет стал. Бог сказал, верь в меня, я твой царь. Если ты не со мной пойдешь в ад, я поверил ему. Сверкал весь мир
Estét. Praise the Lord. Dicsőség az Úrnak. Hallelujah. Hallelujah. Oh, it's good to be together tonight. Milyen jó együtt lenni ma este. And we're so thankful for this place. Nagyon hálásak vagyunk ezért a helyért. Our precious fellowship. A drága közösségünkért. Our brothers and sisters. A testvérek közösségéért. And for this pulpit. És ezért a pulpitusért. I am not Pastor Kenda, as you may have worked that out by now. Lehet, hogy már rájöttetek, nem vagyok a Pastor Kenda. And he and the Keta team are on their way back. Ő és a Keta csoport hazafele tartanak. And they didn't make it on time. Nyilvánvaló, hogy nem értek vissza időben. But God is with us. De Isten velünk van. And let's turn to His word in 1 Corinthians 15. Lapozzunk az ő igéjében 1 Korintus 15-höz. And if you would, we could perhaps stand just for a moment. És egy pillanatra talán fel is állhatnánk. Kérlek, álljatok fel. First Corinthians 15. 1 Korintus 15. Verse 9. 9. vers. For I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszent egyházát. But by the grace of God I am what I am. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. And His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. És az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiába való. For I labored more abundantly than them all, not I, but the grace of God, which was with me. Sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Father, we Atyánk, ask you arra kérünk, in faith tonight, hitben ma este, we ask you, we pray to you, téged kérünk, és hozzád imádkozunk, we ask you to bless this time,
Arra kérünk, hogy add meg ezt az időt. Quicken us. Eleveníts meg minket. And teach us. Taníts minket. Reveal yourself to us. Mutasd meg magad nekünk. We pray in Jesus' name. Jézus nevében imádkozunk. Amen. Amen. Okay, let's be seated. Kérlek, foglaljatok helyet. Paul came to an amazing realization in his life. Pál az életében egy hihetetlen felismerésre jutott. And it was a progressive personal revelation. Ez egy ilyen haladó természetű személyes kijelentés volt. Of the grace of God. Isten kegyelméről. And he came to this amazing verse here where he says, I am what I am by the grace of God. És eljutott eddig a csodálatos versig, ahol azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok Isten kegyelméből. I've heard sometimes believers use that verse this way. És hallottam már, hogy hívők így használják ezt a verset. I'm not hogy, much. Hát, nem vagyok valami sok. I'm not so great. Nem vagyok én valami nagy szám. I'm not so gifted. Nem vagyok olyan tehetséges. But I am what I am by the grace of God. Vagyok, aki vagyok Isten kegyelméből. But how far that is from the meaning. De milyen távol van ez a valódi jelentéstől. From the context. A szövegkörnyezettől. From the revelation in the heart of Paul when he spoke this. Attól a kijelentéstől, ami Pál szívében volt, amikor ezt mondta. When he would say, I'm not worthy to be called an apostle. Ahogy azt mondja, hogy nem vagyok méltó, hogy apostolnak hívjanak. But I am what I am by the grace of God. De vagyok, aki vagyok Isten kegyelméből. When he in his life he was a student. Amikor Pál az életében ő diák volt, tanuló. As we are, ugyanúgy, ahogy mi is azok vagyunk, tanítványként. I think it's so fresh and exciting for us. Szerintem ez nagyon friss és izgalmas számunkra. As we consider that tonight. Ahogy ebbe belegondolunk ma este. God has shown us so much. Hogy Isten olyan sokat megmutatott nekünk. But God is ready to teach us so much more. De Isten annyira kész, hogy még többet tanítson nekünk. How exciting that is. Ez mennyire izgalmas ez. That we are on a path. Hogy egy olyan ösvényen járunk. In our relationship. A kapcsolatunkban. Of a progressive personal revelation. Hogy van egy ilyen haladó természetű személyes kijelentés. Of who we were. Arról, hogy kik voltunk. Who we are. Hogy kik vagyunk. Who God is. Hogy kicsoda Isten. Who he has made us to be. És hogy kivé tett bennünket. Remember in Matthew 11. Emlékeztek Máté 11-ben. When Jesus said, "Come unto me." Amikor Jézus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám. All you who labor and are heavy laden. Akik megfáradtatok és megterheltettetek. And I will give you rest. És nyugalmat adok nektek. But then there's a second part. Aztán van egy második része. Take my yoke upon you. Vegyétek fel az én igámat. And learn of me. És tanuljátok meg tőlem. For I am meek and lowly of heart. Hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. And you will find rest for your souls. És nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. The first part of that verse. A versnek az első része. Is to the unbeliever. A hitetleneknek szól. It is the most simple, beautiful expression of the gospel. Come unto me. A legegyszerűbb és leggyönyörűbb megfogalmazás az evangéliumnak. Jöjjetek én hozzám. Just as you are. Úgy, ahogy vagytok. All you who labor. Ti, akik megfáradtatok. And the Greek word is who labor to the point of great weariness. És a görög szó itt azt jelenti, hogy valaki, aki annyit dolgozik, hogy nagyon-nagyon kifárad. All you who are burdened, come unto me just as you are. És gyertek, akik megterheltettetek, gyertek, ahogy vagytok. And I will give you rest. És békes nyugalmat adok nektek. And that rest comes when we realize that which we thought we had to work for is already done for us. És ez a nyugalom ez abból ered, amikor felismerjük, hogy amiről azt gondoltuk, hogy nekünk kell elérnünk, azt már megtették helyettünk. But then there's a second part. És aztán van egy második része. And that's for us. Ez nekünk szól. It's take my yoke upon you. Hogy vegyétek fel az én igámat. And learn of me. És tanuljátok meg tőlem. As a disciple. Tanuljatok tőlem tanítványként. And then there's another rest he speaks about for the believer, and he says that this is a rest that you shall find. És aztán beszél egy másik fajta békességről, ami a hívőnek a békessége, amit megtalál.
One rest is given. Az egyik nyugalmat adja. That's for the spirit of man. Ez az ember szellemének szól. And one rest is found. És aztán azt a másik fajta nyugalmat pedig megtaláljuk. Progressively. Haladóan. And that is for the soul of man. És ez pedig az ember lelkének szól. And that is a promise for the disciple. És van egy ígéret a tanítvány részére. Who takes his yoke upon him, who takes up his cross and walks. Az a tanítvány, aki felveszi Krisztus igáját, aki felveszi a keresztjét, és tanítványként Jézussal jár. Learn of me. Tanuljatok tőlem. Continue in my word. Maradjatok meg az én igémben. Continue in the truth. Maradjatok meg az igazságban. My word is truth. Az én igém igazság. And the truth will set you free. És az igazság megszabadít. What a beautiful promise. Milyen gyönyörű ígéret. John 8:31. János 8:31-ben. It is continue. Ez folyamatos. Maradjatok meg. Continue. Maradj meg. As one who is yoked up. Mint akik egy igában as one vannak, who is a disciple, mint valaki, mint egy tanítvány, as one who is a learner, aki tanuló, with a sense that there is so much that God is ready to teach us and to show us. Azzal az érzettel, hogy mennyire sok minden van még, amit Isten tanítani és mutatni akar nekünk. That there is a breaking and a building. Egyrészt van egy összetörés és van egy felépítés. There is a work that God is doing in us. Hogy van egy munka, amit Isten végez bennünk. To will and to do of his good pleasure. Ő munkája bennünk az akarást és a cselekvést az ő jó kedve szerint. Learn of me. Tanuljatok tőlem. What is it we are learning? Mit tanulunk? What is it that he is teaching us? Mit tanít ő nekünk? If our Bible, if our Keter graduates were here tonight, hogyha itt lennének a Keter végzősök ma este, we know and we are sure that they would tell us it's so much more than theology or Bible knowledge. Tudhatjuk, biztosak lehetünk abban, hogy elmondanák, hogy annyival több, mint a Biblia ismerete. There is something that I learned. Hanem van valami, amit megtanultam. It is something that only could be known by the Holy Spirit. Valami, amit csak a Szent Szellem tud velem megismertetni. And this is what's beautiful about our life. És ez az, ami annyira gyönyörű az életünkben. That I didn't have to learn how to be legalistic. Hogy azt nem kellett megtanulnom, hogy hogyan legyek törvénykező. Although there may be some who would be available to teach us a little bit more. Bár elképzelhető, hogy páran vállalkoznának, hogy egy kicsit mélyebben tanítsanak minket erről. But somehow that is intuitively known by man because of the fall. De valahogy ezt úgy ösztönösen tudjuk a bukás miatt. That in fact the natural nature of man, hogy az ember természeti természete, is really connected to the law. Az valójában a törvényhez kapcsolódik. In this way, így. Paul says, when you come under the law, then the flesh is revived. Azt mondja Pál, hogy amikor a törvény alá vetem magam, akkor feléled a hústest. And as soon as you live in the flesh, you come under the law. És abban a pillanatban, amikor az ember a régi bűnös természetében él, a törvény alá veti magát. But there is something else. Van még valami. That only the Holy Spirit can show us. Amit csak a Szent Szellem tud nekünk megmutatni. It's a secret. Ez egy titok. And when our Bible school students could say, God shared this secret with me. És a bibliaiskolás diákok elmondhatnák, hogy Isten ezt a titkot osztotta meg velem. And we could say that. És mi is elmondhatjuk ezt. As we draw near to this pulpit over the years. Mert ahogy az évek során közel húzódunk a pulpitushoz. It's not that we are reminded of something. Ez nem az, hogy valamire emlékeztetnek bennünket. Or that we are learning a formula. Bár mégis tanulunk egy képletet, vagy egy ilyen életstílust. De valójában ez egy kijelentés Istentől. Ezért olvasunk olyan szavakat az írásban, understanding, mint megértés, teaching, értelem, tanítás, unveiling, leleplezés, opening, megnyitás, of our eyes and the opening of the scriptures. A szemünk megnyitása és az írások megnyitása. Lord, open my eyes that I may behold wonderful things in your word. Uram, nyisd meg az én szemeimet, hogy csodás dolgokat lássak a te igédből. I think it means this, that the natural man is a blind man. Szerintem ez azt jelenti, hogy a természeti ember vakember. That he reads but he does not see. Olvas, de nem lát. And he knows but he does not understand. Tud, de nem ért. And he can have
knowledge. És rendelkezhet ismerettel. About his problem. Tudással az problémájáról. But his Romans 7 is his experience. De a Róma 7-et tapasztalja meg. What a pitiful diagnosis of man that chapter is. Ez a fejezet milyen sajnálatos diagnózis az emberről. That man could be in a position where he would know what he should do but cannot do it. Hogy az ember lehet ilyen helyzetben, hogy tudja, hogy mit kellene tennie és képtelen megtenni. And know what he should not do but not be able to resist it. És tudja azt, hogy mit nem lenne szabad tenni és mégsem tud ellene állni. Jesus says, de Jézus azt mondja, I am the way, the truth and the life. Én vagyok az út, az igazság és az élet. He says there is a narrow way. Azt mondja, hogy van egy keskeny út. Few there be that find it. És kevesen találják meg azt. But he who finds it. De aki megtalálja. The way of the cross. A kereszt útját. The way of my yoke. Az iga útját. He is a learner. Aki ezt megtalálja, az tanuló. And he, the way of the wise is from above. És a bölcsnek útja fölfelé van. That he can escape from hell beneath. Hogy megszabaduljon a pokoltól, mely aláfelé van. And that proverb is echoed through the New Testament. És ezt a példabeszédet visszhangozza az Új Szövetség. That we will escape the corruption that is in the world. Hogy megmeneküljünk a világban lévő romlottságtól. Through the great and precious promises. A drága, exceeding great and precious promises, a drága mindenen túlmenő ígéreteken keresztül, that we would be partakers of the divine nature of God. Hogy Isteni természetének részeseivé legyünk. That's a secret. Ez egy titok. That's not religion. Ez nem vallás. That's not a formula. Ez nem egy képlet. That is an exchange life. Hanem ez egy kicserélt élet. And the Christian life does not fall short from that. That's what it is. És a keresztény élet semmivel sem kevesebb ennél. Ez az. Christ in us. Hogy Krisztus mi bennünk. And someone may say. És lehet, hogy valaki azt mondja. Perhaps a student in GGIS. Esetleg a GGIS-ben egy diák. Might say. Lehet, hogy azt mondja. It seems so difficult to me. Annyira nehéznek tűnik nekem. The Christian life. A keresztény élet. And we would say it's not difficult. Mi meg azt mondjuk, hogy hát ez nem nehéz. But it's impossible. Ez lehetetlen. He would say it seems so hard. Ő azt mondja, hogy olyan nehéznek tűnik. And we would say it's not hard. Mi pedig azt mondjuk, nem nehéz. It's easy. Könnyű. You say, what do you mean? It's impossible and it's easy? Akkor mit, hogy érted? Lehetetlen, de könnyű. Jesus said. Jézus azt mondta. Take my yoke upon you. Hogy vegyétek fel az én igámat. Learn of me. Tanuljátok meg tőlem. For I am meek and lowly. Mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. And my yoke is easy. És az én igám könnyű. My burden is light. Az én terhem gyönyörűséges. And you will find rest for your souls. És békét találtok a lelkeiteknek. And we look at that student and we pray for him. We have a heart for him and we'll minister to him. És ránézünk erre a diákra. Szolgálunk felé, imádkozunk érte, a szívünket. But we also szívünkön van, de ugyanakkor értjük, all the Holy Spirit has to show that hogy, to him. Hogy a Szent Szellemnek kell megmutatnia neki. And we believe one moment in one message. És hisszük, hogy egy pillanatban, egy üzenetben. There could be a rhema in someone's heart. Ott lehet a réma valakinek a szívében. But it's not just one moment. De ez nem csak egy pillanat. But maybe another. Lehet, hogy lesz még egy, és még egy, és még egy. And then maybe another. És talán még egy. And another rhema. Még egy réma. And another message. Még egy üzenet. And continuing in the truth and the truth setting me free. És megmaradok az igazságban és az igazság szabaddá tesz. And being yoked up with him and finding rest and finding rest and finding rest. És egy igában vagyok ő vele és nyugalmat találok, nyugalmat találok, nyugalmat találok. And that 20 years ago as a new believer he gave me rest. És 20 évvel ezelőtt egy új hívő azt mondja, ő nyugalmat adott nekem. And we have continued and we have found rest progressively in our life. És azóta is megmaradtunk benne és folyamatosan előre haladóan nyugalmat találunk benne. And as a new believer, we understood. Új hívőként megértettük. And we knew. Tudtuk. But oh. De. You know how much more. De mennyivel több. Has he shown us. Többet megmutatott nekünk. Or persuaded us. Mennyivel inkább meggyőzött this bennünket. Word to convince or persuade. Meggyőzni valakit. You could say, well, I knew God loved me when I was a new believer. Mondhatod, hogy hát tudtam, hogy Isten szeret engem, amikor új hívő voltam. Really? Tényleg? Yeah.
Igen. But then Paul would say, de aztán Pál azt mondja, oh, now I am persuaded. Most már meg vagyok győződve. Now I have a conviction. Most már meggyőződésem van. And here I maybe had an appreciation and a knowledge and I was hungry and ready to grow. Lehet, hogy itt volt, nagyra értékeltem a dolgot, volt ismeretem és készen álltam, hogy nekiinduljak. Then I learned what it meant. Aztán megtanultam, hogy mit jelent. Because of the body. A gyülekezet miatt, Krisztus teste miatt, a pásztorom miatt, Isten igéje miatt, és a Szent Szellemtől. I learned what it meant to be yoked up with Christ. Megtanultam, mit jelent egyikában lenni Krisztussal. Tanulónak lenni. And he persuaded me. És ő meggyőzött engem. He persuaded me. Ő meggyőzött engem. That word beloved. És ez a szó, hogy szerelmes, when John szeretet. Writes to the church, amikor János ír a gyülekezetnek. Agapetoi. Agapetoi a görögben. It means all divinely loved ones of God. Isteni szeretettel szeretettek, akiket Isten szeret. He said, you understand that? Érted ezt? Yes. Igen. And oh, let me love you. Hadd szeresselek. Let me persuade you. Hadd győzzelek meg. This is why that doctrinal booklet has been printed so many times. Ezért nyomtattuk ki annyi sok példányban ezt a kis könyvecskét. And appreciated and loved. És ezért and szeretjük annyira, ezért. Just let God love you. Tartjuk olyan nagy becsben ezt, hogy engedd, hogy Isten szeressen. Why? Miért? Because just the title alone. Mert csak a címe is. We understand. Értjük. That there is a progressive difference between here. Hogy ebben egy ilyen hatalmas különbség van, hogy ott vagyunk. And here. És aztán eljutottunk idáig. That God is working in me. Hogy Isten munkálkodik bennem. God is persuading me. Hogy Isten meggyőz. That God is breaking me. Hogy összetör. That God is teaching me. Tanít. That God would love me. Hogy Isten szeret engem. God would love me. Isten szeret engem. And that I could say with full conviction. És teljes meggyőződéssel mondhatom. I am the disciple whom Jesus loves. Én vagyok az a tanítvány, akit Jézus szeret. I am. Én vagyok. Because maybe there's a question mark. Lehet, hogy itt van egy kérdőjel bennem. Ott a természeti szívben. And when they said, "Hey, who's going to deny the Lord?" and they all said, "Is it me? Is it me? Is it me?" Amikor arról volt szó, hogy valaki megtagadja az Urat, mindenki kérdezgette, én vagyok, én vagyok, én fogom. But John said, "Who is it, Lord?" János azt kérdezte, ki az Uram? It was different. Ez egész más volt. John had been persuaded. János meggyőződött. Paul had been persuaded. Pált meggyőzte Isten. God had taught him something. Isten tanított neki valamit. It says, azt mondja, in Ephesians 3:8, Efézus 3:8-ban, Paul says, azt mondja Pál, I am less than the least of the saints. Én vagyok a legkisebb a szentek közt. It goes like this. Így megy. He says, I am the least of the apostles. Azt mondja, hogy én vagyok az apostolok között a legkisebb. And then he says, és aztán, I am less than the least of all the saints. Kisebb vagyok, mint a legkisebb szent. And then 1 Timothy 1:15. És aztán 1 Timóteus 1:15-ben. I am the chief of sinners. Én vagyok a legnagyobb bűnös. There was something he learned. Valamit megtanult. Remember John Newton? Emlékeztek John Newtonra? He was the man who wrote the song Amazing Grace. Ő írta a csodálatos kegyelem, az Amazing Grace című dalt. And he was an English sailor. Ő egy angol hajós volt, tengerész. He served for some years during the slave trade. És a rabszolga tartásáért, amikor ez még volt, akkor a rabszolgakereskedelem ekkor szolgált pár évig. Perhaps we've studied that, we know what that means. És tudjuk, hogy ez mit jelent. The inhumane cruelty. Ez az egész embertelen and he served there and he witnessed that. És ő ott volt, ebben volt, és látta, hogy milyen and volt then mindez. There was a journey where there was a storm and they thought the ship would be destroyed. Aztán az egyik úton viharba kerültek, és azt gondolták, hogy hajótörés lesz a vége. And he cried out to God. És ez az ember Istenhez kiáltott. And the cargo came out of the hole and it helped fill the hole and the boat they survived. És valahogy a rakomány beékelődött a légbe, és mégsem süllyedtek el, és túlélték az utat. He said that was the beginning of his
turning to Christianity. És azt mondta, hogy itt kezdődött az, hogy ő a kereszténységhez forduljon. And someone gave him on another voyage, someone gave him a Bible. Egy másik úton valakitől kapott egy Bibliát. And some literature. Meg némi irodalmat. And he read it the whole journey. És az egész úton azt olvasta. And by the time he got back to England, he said he was fully persuaded in his Christian faith. És mire visszaért Angliába, azt mondta, hogy addigra teljesen meggyőződött a keresztény hitben. He became a preacher. És prédikátor lett. And then many years later he wrote the hymn Amazing Grace. És aztán sok évvel később írta meg ezt a Csodálatos Kegyelem című dalt. And on his deathbed, és a halálos ágyán, he said, azt mondta, my memory fails me. Már nem olyan a memóriám, mint rég. But there are two things I remember. De két dologra emlékszem. Two things I know. Két dolgot tudok. That I am a great sinner. Hogy én nagy bűnös vagyok. And he is a great savior. És ő egy hatalmas megváltó. This is something that God had taught him. Ez valami, amit Isten tanított meg neki. Something that he'd been persuaded of. Valami, amiről meggyőzte őt Isten. Pastor Schaller puts it this way. Pastor Schaller így mondja. That the natural man thinks that God is good. A természeti ember úgy gondolja, hogy Isten jó. But not that good. De nem annyira. And the natural man thinks that man is bad, but not that bad. És a természeti ember úgy gondolja, hogy az ember rossz, de nem annyira. Think about that. Gondolj csak bele. If someone thinks good people go to heaven and bad people go to hell. Ha valaki azt gondolja, hogy a jó emberek a mennybe mennek és a rosszak a pokolba. That's what they're saying. Igazából ezt mondják. God is good, but not that good. Isten jó, de azért annyira nem. A man is bad, but not that bad. És az ember rossz, de azért annyira nem. But learn of me. De tanuljátok meg én tőlem. God teaches us something. Isten tanít nekünk valamit. That God is so good. Hogy Isten annyira jó. And that man is so bad. És az ember annyira rossz. And we know that. És ezt tudjuk. Now. Most. How about tomorrow? És holnap? How about in a year's time? És egy év múlva? When that understanding and that is burning in our heart. Wow. Amikor ez a megértés ott ég a szívünkben. That's how we feel. Így érezzük. Remember Simon and the woman who was weeping at Jesus' feet? Emlékeztek Simonra és az asszonyra, aki sírt Jézus lábánál. And the Simon the Pharisee. És Simon a farizeus. That's where he was. Ő itt volt. He didn't understand. Nem értette. He was a blind man. Vak volt. And he saw, but he did not understand. Látta, de nem értette. And he had his religion and he had his theology. Ott volt vallás, meg a teológia. But he was a blind man. De mégis vak volt. And he thought man is bad, but not that bad. És azt gondolta, hogy az ember rossz, de azért annyira mégse. God is good, but not that good. És az Isten jó, de azért mégse annyira. Told him the parable. És Jézus egy példázatot mondott neki. And at the end, Jesus said. És a végén. He who is forgiven much. Azt mondta Jézus, hogy akinek sok bocsátatott meg. Loves much. Az nagyon szeret. Do you get it, Simon? Érted, Simon? You standing there stroking your beard, you know, oh, she is such a sinner. I am such a good man. He does not know. Vagy még mindig ott állsz, pörörgeted a szakálladat, és azt mondod, hogy én micsoda jó ember vagyok, és ez az asszony bűnös. And there's a shell. És van itt egy, mint egy csigaház. There's a mask. Egy maszk, egy állarc, egy jelmezbál, stroking his beard, és ott simogatja a szakállát. And Jesus says, oh, don't you understand? Jézus meg azt mondja, hogy hát nem érted. And he says, a doctor does not come to him who is well, but to him who is sick. Azt mondja, hogy az orvos nem az egészségesekhez jön, hanem a betegekhez. And if you understood, ha értenéd, that man is so bad. Hogy az ember annyira rossz. That you are such a great sinner, Simon. Hogy mekkora bűnös vagy, Simon. And that God is so merciful. És hogy Isten annyira irgalmas. If you understood that. Ha ezt értenéd. You also would be weeping and broken and thankful. Te is sírnál és összetört lennél és hálás. How much do you love? Mennyire szeretsz? And the answer is. A válasz. How much do I understand? Mennyire értem?
forgiveness, a megbocsátást, grace, a kegyelmet, and mercy. És az irgalmat. Because when the Holy Spirit teaches me that afresh, again and again, mert amikor a Szent Szellem ezt újra frissen, újra megtanítja, of course there must be a brokenness that comes with that. Persze ezzel együtt jár egy összetörtség. When I say, oh, God is so good. Megtörtség, amikor He's azt so mondom, merciful. Isten annyira jó, He's és so gracious. Irgalmas, kegyelmes. And Paul did not say, oh, well, I am what I am by the grace of God. És Pál nem azt mondta, hogy hát, vagyok, aki vagyok Isten kegyelméből. He said, I persecuted the church. Hanem azt mondja, hogy én üldöztem az anyaszentegyházat. Wow! And he made me an apostle. És engem apostollá tett. What amazing grace. Micsoda fantasztikus kegyelem. I am what I am by the grace of God. Vagyok, aki vagyok Isten kegyelméből. I am saved. Megváltott vagyok. I am a child of God. Megmenekültem Isten. I am a member in the body of Christ. Gyermeke vagyok és tagja vagyok a Krisztus testének. Felkent vagyok. I am gifted. Tehetséges. I have a place in heaven. Van helyem a mennyben. By the grace of God I have that. Isten kegyelméből az enyém mindez. This is a declaration. Ez egy kijelentés. From someone who has been persuaded. Olyas valakitől, akit meggyőztek. Of the love of God. Aki meggyőződött Isten szeretetéről, Isten kegyelméről. Pastor Matti once said. Egyszer azt mondta Pastor Matti. I'm sure more than once. Biztos vagyok benne, hogy többször is mondta. But once I heard him. De egyszer hallottam, mikor mondta. Intimacy. Hogy a bensőségesség, az intimitás. Starts. Ott kezdődik. When I am known by God. Amikor Isten ismer engem. It's very interesting. Ez nagyon érdekes. We might want to say that differently. Intimacy starts when I know God. Mi fordítva szeretnénk mondani, úgy akkor kezdődik a bensőségesség, amikor én ismerem Istent. But intimacy starts when I am known by God. De az intimitás ott kezdődik, amikor Isten ismer engem. Meaning Simon standing there and you know he has an outward facade. Ott áll Simon, és ott van ez az egész színjáték. But if God by his grace, de ha Isten az ő kegyelméből, could strip that away from Simon, ezt az egész díszletet így so that he is naked, Simonról, és and ott he has állna, nowhere to run to, nowhere to hide, mesztelenül, és nem lenne hova bújni. That's where intimacy starts. Na ott kezdődik a bensőségesség. Because intimacy starts when I know that I am a sinner, but equally I know that I am loved by God. Mert ez a bensőségesség ez ott kezdődik, amikor tudom, hogy én bűnös vagyok, de ugyanakkor tudom azt, hogy Isten ugyanannyira szeret engem. Intimacy starts when I know that I am a failure, but I am also persuaded that He will restore me, that He will always be giving me grace. Az intimitás ott kezdődik, amikor tudom, hogy én kudarc vagyok, de ő mégis helyre fog engem mindig állítani, és kegyelmet fog nekem adni. That's beautiful, isn't it? Ez gyönyörű, nem igaz? It's only grace that really csak where we find that kind of transparency. Csak a kegyelemben találjuk meg ezt a fajta átlátszóságot. Where I can be known by God. Ahol megismerhet, ahol ismerhet bennünket Isten. The woman at the well, ott volt az asszony a kútnál. And after those few divine moments, és azután a pár isteni pillanat után, Jesus stripped it all away, ahogy Jézus lerántotta a leplet, and meet a man who told me everything. És azt mondja az asszony, hogy gyertek, találkozzatok a férfival, aki mindent megmondott nekem. Because there was a revelation. Mert volt ott egy kijelentés. Yes, that she realized she was a sinner. Igen, az asszony rájött, hogy bűnös. Woe is me, I am a man of unclean lips. Jaj nekem, mert tisztátalan ajkú ember vagyok. But then right after that, de rögtön utána, is the call from the altar, and I have taken your sin away from you, Isaiah. Ott van az eleven szén az oltárról, és azt mondja Isten, hogy elvettem a bűnödet. Yes, Izaiás. I am a sinner. Igen, bűnös vagyok. But he is gracious. De ő kegyelmes. And I want to. He knows me. És ő ismer engem. And he loves me. És szeret engem. This is what Peter discovered. Ezt fedezte fel Péter. And we could go through all the names of so many through the Bible. És végigmehetnénk a neveken, olyan sok van a Bibliában. But really, when grace is revealed to us. De tényleg, amikor Isten kijelenti a kegyelmet nekünk. When through our failures. Amikor a mi kudarcainkon keresztül. Through our sin. A mi bűnünkön keresztül. Through our sin, anyone?
bárki, amikor a bűnünkön keresztül, God reveals amazing Isten, long-suffering and grace and patience to us. Amikor Isten csodálatos hosszú tűrést, türelmet és kegyelmet leplet le számunkra. And we are so thankful. Annyira hálásak vagyunk. So broken. És annyira megtörtek. I never saw this before. I just close with this thought. Ezt még soha nem láttam korábban, és ezzel szeretném befejezni. When Joseph's brothers, amikor József testvérei, in Genesis 45, egy Mózes 45-ben, it says when Joseph made himself known to them. Azt mondja, hogy amikor József megismertette magát velük. When he said, I am Joseph. Amikor elmondta, hogy én vagyok József. What was their response? Mi volt a válaszuk a testvéreknek? It says that they were troubled in his presence. Azt mondja, hogy zavarban voltak a jelenlétében. But then he gets out of the throne. De aztán József comes down to them. Leszáll a trónjáról, lejön hozzájuk. He gets Benjamin. És megfogja Benjamint. And he kisses him on the neck. És megcsókolja. And his brothers are watching. És a testvérek and figyelik. They sold him into slavery. They gave him up for death. They lied about him. Eladták rabszolgának, halálra adták, hazudtak Józsefről. And now all of those years later, they're there in the throne room, and there is that moment, that revelation: I am Joseph. És ennyi évvel később ott vannak a trónteremben, és itt van ez a kijelentés, hogy én vagyok József. And he comes down out of the throne. És József lejön a trónjáról. Just kissing Benjamin. Összecsókolja Benjamint. Megcsókolja. And it says he was weeping and weeping and kissing him, and then he went round all the brothers and weeping and kissed them. És azt mondta, hogy sírt, és aztán végigment és megcsókolt az összes testvérét. And then there's an amazing verse. És aztán van itt egy csodálatos vers. It's in verse 15. 15. And it says after that his brethren talked with him. És azt mondja, hogy azután beszédbe ereszkedének vele az ő testvérei. Some translations say freely talked with him. Van néhány fordítás úgy fordítja ezt, hogy szabadon beszéltek vele a testvérei. Another translation says that they were emboldened to speak with him. Aztán egy másik fordítás úgy mondja, hogy felbátorodtak, hogy beszéljenek vele. Why they were troubled at his presence. Először zavarban voltak a jelenlétében. A harmadik versben. And it says they could not answer him. Megrettentek és nem tudtak neki válaszolni. And after he had come down and just expressed his heart and kissing and mercy and love for them. De miután lejött a trónról és kifejezte a szeretetét, a szívét, megcsókolta őket. Then they could speak freely to him. Ezután már szabadon tudnak vele beszélni. Awesome. Ez csodálatos. Because they were known by him. Mert ő megismerte őket. And that's where intimacy began. És itt kezdődött a bensőségesség. They were known by him. Hogy a testvéreket megismerte József, hogy mezítelenül álltak előtte. Ott nem volt kifogás. Nem tudtak semmit mondani. És mégis ott volt a kegyelem lelepleződése, kijelentése. És aztán ott a tékozló fiú, aki megy haza. This is the most amazing verse. És ez a legcsodálatosabb vers. It says, and his father saw him. Azt mondja, hogy az atya látta. Had compassion on him. És megesett rajta a szíve. Ran. És futott. Ran. Futott. I feel like I've never read. That's amazing. That's beautiful. Olyan, mint ezt még sose olvastam volna. Ez csodálatos. Ez gyönyörű. Just sees his son on the horizon and just recognizes him. Maybe drops whatever he's carrying and just begins to run, run. Hogy meglátja a fiát valahol ott a láthatáron, felismeri, lehet, hogy eldob mindent, ami a kezébe volt, és fut. I think if the son, szerintem a fiú, understood, megértette, what was in the heart of the father, hogy mi volt az atya szívében, he would have been running also. Hogyha ő, ha megértette volna, ő is futott volna. Running, just the father and the son, just running. Akkor futottak volna mindketten, apa és fiú. But he wasn't. De a fiú nem értette. He was rehearsing his speech. Hanem elpróbálta a beszédét. He even says,
Father, I'm no longer worthy. You ever hear that? No longer worthy? Ma ezt mondja, hogy nem vagyok többé méltó. Hallottátok már ezt? Why do you think somehow you were worthy? Is that it? Mert hogy úgy gondolod, hogy korábban méltó voltál, vagy hogy? Before you left, you actually thought what you did around the house and the farm, that was what merited your relationship, was that it? Before you were worthy, but now you're no longer worthy. Tehát úgy gondolod, hogy amikor még itthon voltál, mindaz, amit tettél a házban, a farmon, gazdaságban, akkor az érdemet szerzett neked, és méltóvá tett, tehát valaha méltó voltál, és most már nem vagy az. I'm not worthy to be called an apostle. Nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem. Kisebb vagyok, mint a legkisebb szent. És én vagyok a legnagyobb bűnös. A bűnösök között az első, de ő a minden kegyelem Istene. És amikor ezt tudom, I speak freely to him. In Jesus name. Amen. Let's pray together. Father, we thank you for these thoughts tonight. Köszönjük neked ezeket a gondolatokat ma este. Thank you for your amazing grace. Köszönjük a te bámulatos kegyelmedet. Thank you for the simplicity of salvation. Köszönjük a megváltásnak az egyszerűségét. And if there's anyone here tonight, és hogyha van itt valaki ma este, you've never been personally saved by grace. Ha még soha nem menekültél meg, nem nyertél megváltást személyesen hitáltal. This is your opportunity. Kegyelemből akkor ez a te lehetőséged. Just say, Jesus, save me tonight. Mondd ezt, Jézus, ments meg engem ma este. By grace. Válts meg engem kegyelemből. I am a sinner. Bűnös vagyok. But you are the Savior. De te vagy a megváltó. I believe in you tonight. És hiszek benned ma este. Thank you for saving me tonight. Köszönöm, hogy megmentesz engem ma. And if that's your prayer, hogyha ez az imád, with every head bowed, akkor ahogy minden fel meghajtva, every eye closed, minden szem becsukva, if you would receive Christ tonight, ha ma este szeretnéd elfogadni Krisztust, just lift your hand for a moment, akkor kérlek egy pillanatra emeld fel a kezed, hogy imádkozhassam érted. Welcome you. Encourage you. Just lift your hand. Kérlek, emeld fel a kezed. And Father, for all of us, we thank you for Atyánk, mindannyiunk számára köszönjük. Ministering to us. Köszönjük, hogy szolgáltál felénk. Leading us. Hogy szolgálsz felénk, hogy vezetsz bennünket az életünkben. In our relationship with you. A veled való kapcsolatunkban. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. Okay, welcome. The group from Slovakia came back. Praise the Lord, Pastor Kenda. Csoport visszaért Szlovákiából. And perhaps we could hear something about the trip, maybe lehet, at the rap tonight. Talán a rappen később hallhatnánk. And the rap will start in about 10 minutes. Körülbelül 10 perc múlva kezdődik. You're welcome to join us. Mindenkit szeretettel várunk. Don't forget about this weekend, the boat trip and everything that's happening. Let's draw near. Ne felejtsétek el, hogy most hétvégén lesz a hajókázás, meg mindenféle. Any other announcements? Van még bejelentés? Okay, rendben. Let's stand up together, greet your neighbor. Akkor álljunk fel együtt, köszöntsétek a szomszédotokat, dicsérjük Istent. Praise the Lord.